Sziasztok! Hello! Sziasztok! Szeretettel köszöntünk mindenkit. A mai videóban a Beatles együttes Magical Mystery Tour, vagy a Mágikus Misztikus Utazás című lemezéről fogunk beszélni. Egészen pontosan a különböző vinil nyomásait, hanglemez nyomásait hasonlítottuk össze. I am the virus. Az eredeti kislemezek után, mert ezek jelentek meg annak idején, ez a középlemez, tehát kislemez, mert látjátok, hát tulajdonképpen akkora volt, mint egy kislemez, annál azért nagyobb valamivel, tehát egy EP, dupla EP formájában jelent meg először a Mágikus Misztikus Utazás, és abból lett az amerikai nagylemez. Az amerikaiak adták ki először így nagylemez formátumban, az angolok csak így adták ki, a Beatles hivatalosan, majd ez is bekerült a hivatalos Beatles lemezek közé, a katalógusába az EMI-nak, az EMI-nek. Aztán a 70-es években németek meg elégelték, hogy nekik miért nincsen ebből nagy lemezformátum, ezért a Hörstus kiadások ezzel a borítóval ekkor jelentek meg, 71-től nagyjából 81-ig. 76-tól aztán végül megjelent az Egyesült Királyságban is a sima normál borítós verzió, a teljes nagy lemez anyaga. Szerepel még az anyagaink között a CD változat, meghallgattuk ezt is, illetve mivel egy filmről van szó, a film 5.1-es verziójába is belekukkantottunk, belehallgattunk. Igen, mivel hogy egyedül ott hallható DTS-ben, 5.1-ben ez a zene mind a mai napig. Fontos kiemelni, hogy a legtöbb, sőt az összes Beatles lemeznek már szinte van 5.1-es verziója, ennek nem adtak ki ilyet, illetve hát nem is készült belőle olyan nagy és felfújt újrakiadás, mint a most legutoljára a Revolverből, vagy akár a Let It Be-ből, vagy az Abbey Road-ból, tehát ilyen 50. Anniversary Edition ebből a lemezből nem került kiadásra. Várat magára. Az eredetileg kijött középlemez és a nagylemez közti különbségek az, hogy a nagylemezen az A oldalon található, a középlemezen található dolog, a B oldalon pedig olyan dolog találhatók, amik kislemezként jelentek meg, vagy egyéb macerák voltak vele. Ezért is vannak érdekességek, hogy a B oldalon a kis lemez daloknál egy csomó monóként jelent meg, itt A sztereóként szerepel a nagylemezen, illetve az I Am The Walrus című dalnál is hasonlóban a dal felénél egyszer csak monoanyag kerül át konvertálásra. Amit most mi végighallgattunk ezekről a lemezekről, az pont ez az I Am The Walrus című dal volt, illetve a B-dal egyik kislemezes dala, a Baby You're A Rich Man. Igen. Tehát ezt a két dalt, az Én Vagyok A Rozmárt, az I Am The Walrus-t. Tehát az I Am The Walrus-t hallgattuk meg, illetve a Baby You Are A Rich Man kislemez anyagát, amely rákerült erre a nagylemezre. No, miért is volt ez fontos? Mert az valami álsztereó volt mindig. A lemez utolsó három száma, itt amik alul vannak felsorolva, azokat az amerikaiak, mivel ők adták ki ezt először, még akkor, 1967-ben. Igen. Álsztereóban adták ki. Ennek az volt a lényege, hogy csak a kislemez, mégpedig mono kislemez változatok álltak rendelkezésre kizárólagosan. Az amerikaiak meg szerettek volna egy nagy lemezt csinálni. És így az angolok... Pontosabban a magyarázat az, hogy az angolok azok úgy elfogadják a középlemez kategóriát, viszont az amerikai piacon a középlemez az nem volt egy túlzottan kedvelt dolog, és ott sokkal jobban tudták pénzszerűen értékesíteni a nagylemez formátumot. Igen, és az angolok nem akarták kiadni a nagylemezt, mert akkor rá kellett volna, hogy kerüljön újra az éppen a boltokban lévő kislemezeiknek, tehát ezeknek, a Beatles kislemezeknek a felvétele. És nem akartak hónapokon belül ismételni
úgyhogy inkább amellett döntöttek, hogy csináltak egy ilyen középlemezt Angliában, míg Amerikában már addigra megjelent ez a nagy lemez. Ez valami elképesztő. Ennél a lemeznél úgy döntöttünk, hogy mivel a korongokon maga a címkének a mintázata az nagyon-nagyon jellegzetes, ezért igazából a vaktesztelés az igazából még kb. Nehézkes is lenne, vagy túlzottan felismerhetőek lenne, ezért most ettől eltekintettünk, és kvázi időrendi sorrendbe haladtunk a lemezeknél. Tehát a legkorábbiakkal kezdtük a lehallgatást, és egyre modernebb irányokba haladtunk el. Ezért kezdtük a kislemezekkel. Igen, a kislemezekkel kezdtünk, először is a Mono I Am The Walrus című dallal indítottuk meg. Egyébként, hogy mind a két Mono kislemezről érdemes elmondani, hogy iszonyatosan combosak és nagyon-nagyon nagy hangerővel szólnak. Dinamikában szépek, szép mélyeket lehet rajta hallani, ami nekem érdekes volt, hogy kicsit úgy tűnt ez is a többihez képest, mintha lassabbak lettek volna, tehát egy kicsit mélyebbek is lettek volna. Nekem legalábbis ez volt az egyik ilyen észrevételem. Ami tetszett rajta, hogy például az I Am The Walrusnál a vonósok nagyon szépen kijöttek rajta. Egyébként a tere is teljesen rendben volt. Ezek, hát nem mai lemezekről van szó, ezért némi nemű torzulás, az elképzelhető, nem agyonhallgatott lemezek, de azért az éneknél hallható volt. Az énekről meg kell mindenféleképpen említeni azt, hogy alapvetően a mikrofon, amivel felvették, az egy ilyen direkt torzított volt, tehát a hangnak alapvetően torznak kell lennie. Ez egy fokmérő nagyjából, hogy mennyire torzul utána a hang. Én azt vettem észre, hogy a kis lemezeknél az ének az talán kicsit torzabb volt, úgy a kelleténél is. De ez részint a kora miatt is. Igen, tehát az I Am The Walrusról van szó, amelyben az ének egy ilyen effektezett, torzított mikrofonnal lett felvéve, és ennek nagyon érdekes az útja a különböző kiadásokon keresztül, hogy ez hogy változik. Tehát a kislemezeknél tartunk, a kislemezek valóban, így az I Am The Walrus, mint a Baby You Are A Rich Man, nagyon érdekesen szólnak, monóban szólnak, hangosak, rendkívül hangosak ezek a dolgok, és jól, tehát szerintem jól szólnak. A Babyben, tehát ebben a dalban kicsit kevés a basszus, tehát nem annyira dinamikus szerintem. Talán úgy tudnám leírni, én azt éreztem föl magamnak, hogy így hallod benne a basszusgitárt, hallod, ahogy klattyog, hallod kb. Azt is, hogy a McCartney pengetővel játszik a basszusgitáron, de nincs ott a teste a hangnak. Igen. Csak egy klattyogás hallasz, de úgy eltűnik, hogy kicsit mocsaras. Igen, továbbá kerestem azokat a kis apró rájátszásos hangokat, azt a sokszínű mindenféle kis részletet. Nem feltűnőek. Tehát mivel tudom, hogy benne vannak a zenében, próbáltam tetten érni, de elsikkadnak, eltörpülnek a kislemezen ezek a dolgok mind. Amilyen dinamikai furcsaság volt, az a Baby You Are A Rich Man-nél volt, hogy a refrén az úgy még extrémen hangosabb is volt, tehát hogy így volt maga a verz, ami volt, és egyszer csak így nagyon hangos lett benne a refrén. Igen, igen, megugrott. Aztán visszahalkul. Igen, ez a mono keverés egyébként. Direkt meghallgattuk a mono boxhoz mellékelt original mono kiadást, melyek természetesen persze a nagy lemezét, tehát ennek a nagy lemeznek az anyagát, de ezek a mono kislemezeket tartalmazták. Tehát ott nem volt probléma, mint ugye, hogy Amerikában ezt a fake stereo, álsztereo dolgot kellett megvalósítaniuk. Mert ugye a mono nagylemezre egy az egyben rámentek a kislemezeken lévő felvételek. És hát nagyon jól szólt szerintem a mono boxban most újra megjelent az eredeti mono kiadása ennek a nagy lemeznek, mely a kislemezekkel paralel. Azért mondom el ezt itt, mert a kislemezekhez tartozik végül is. De akkor én is hozzáfűzöm, hogyha már most behoztuk igazából a mono box-ettet, hogy nagyon érdekes tapasztalat volt most azt meghallgatni, mert
hát sznobság egy kicsit kimondani talán, de van ez a hú, mert a vinil meg a hanglemez az olyan meleg és jó hangú, meg stb. A digitális az meg olyan rideg és valami, és na, itt ezt borzasztóan lehetett érezni, hogy a különböző vinil nyomások az mennyivel dinamikusabb, melegebb, jobb hangú, mint a digitális monósított verzió. Egyáltalán nem rosszak, csak tényleg érezhető a kettő közt, hogy jól megfogható a különbség. A mono felvételek ezeken a zenékben másképp szólnak. Ezt mindenki tudja, ez szinte már közhely, hogy máshol vannak a vágások is. Tehát például az I Am The Walrus-ban van egy plusz taktus, ami benne maradt a zenében, illetőleg a sztereóban azt ott lerövidítették, tehát kivágták azt az ütemet, azt a taktust. Tiszta az ének. Tehát a mono nagylemez kiadásnál tiszta volt az ének. Nagyon feltűnő, amikor a boxot hallgattuk. Kifejezetten igen. Igen. A kislemezzel szemben, ami meg kifejezetten torz volt szerintem. Igen. Míg ezek ugye torzulnak valamelyest. Úgyhogy a Babynél, tehát a második számnál, a Baby You Are a Rich Man-nél nekem meg az volt a monóval kapcsolatban, amikor a mono boxról, ugye a mono nagylemezt hallgattuk, hogy a mono varázsa, azért annak van egy varázsa, tehát amit mindenki úgy ajnároz, meg úgy kíván és hangsúlyoz, na hát ebben tényleg érzékelhető volt. Tehát most jön igazából ez az EP, ezt azért nevezik EP-nek, mert Extended Play, vagyis kiterjesztett lejátszás, ami azt jelenti, hogy a kislemez felületén, mert ebben tökéletesen ugyanolyan kislemezeket tettek, mint ami a kislemez, csak éppen egy oldalon kettő felvétel van, tehát két szám fért rá egy oldalra. Ezért nevezik kiterjesztettnek, hosszú lejátszásnak. Ebben az esetben nem bajlódtak a 10 incses lemezzel, itt egy sima 7 incses lemezre pakolták rá a dolgokat. Igen. Nekem a benyomásom a EP-ről, hogy egyébként sokkal jobban szólt a kislemezekhez képest, teljesen más a kettő. Egyrésztről ez sokkal halkabb is, másrészt... Ez sztereó. Igen. És meglepő módon... A kislemez mono volt, bocsánat, ez meg már sztereó, tehát ez nagy különbség. Meglepő módon általánosságban észrevettük azt, hogy a sztereóval szerettek maszatolni, és egy csomó helyen, például az I Am The Walrus című dalnál még jobban torzult az ének, vagy olyan fura lett, főleg ugye van a dal második felében a váltás, ahol átvált monóra, ott kifejezetten torzett, itt ez nem volt ennyire problémás. Szerintem sokkal jobb alapvetően az EP-t hallgatni, mint a kislemez verziót róla. Ami érdekes volt, hogy nekem a vonósok meg az ilyesmik azok nem jöttek át rajta annyira, nem volt annyira erős, talán mint a kislemez zenhallható volt. Első benyomásom nekem is az volt, hogy a sztereó az lehet, hogy jobban szól, mint a monó. Pedig hangsúlyozom, hogy a monónak mikor a monobox újrakiadását hallgattuk, az persze hát egy remaster, egy újra, nem keverés, de újra legyártották az eredeti mesterszalagokról. A 2009-es össz nagy kiadásról beszélünk. Beatles Remaster 2009, tehát ez úgy volt, hogy 2009, vagyis szeptember 09, vagyis 9-e. Ekkor jelent meg, szeptember 9-en. No, ez a sztereó azért mintha jobb lenne. Nekem legalábbis ez volt a benyomásom. Halkabb, az nagyon fontos, tehát a kislemezek hangosak voltak, még mono anyagot tartalmaztak, tehát jól elfért, mert mind a két csatornán ugyanaz. Itt viszont már más és más van a két csatornán, ráadásul két-két szám per lemezoldal, ha bár nem mindenhol. Az I Am The Walrus ebben kivétel, mert ott csak egy szám maradt már rá, úgy tudták elhelyezni. Szóval halkabb a sztereó, de tisztább.
és megjött Méri. Ja. Haladjunk, haladj át, Mérikém. Átmenő forgalom. Igen. Na, tehát akkor... Ez, ja, erről nem beszélt. Azt elmondtuk az elején, hogy ez a füzet csak itt jelent meg először? Nem. Ja, nem. Tehát ez a füzet, az így jelent meg először. Tehát most ugye lerendeztük, ezzel elmondtuk a véleményünket az EP-ről. A Beatles egyébként egyetlen, de ráadásul dupla ilyen kiadványáról, ami akkor azért eléggé feltűnő volt, meg ritka, meg nagy dolog, hogy most mit adtak ki már megint, meg hogy néz ki, és ez az egész... Nem akarok elkalandozni, de Lennon azt mondta, hogy szerintem jó, ha 100 ember érti, hogy mit csinálunk, amikor ezek megjelentek. Egyébként mondhatni az, hogy a Magical Mystery Tour így a pszichedelikus hullámnak egy nagyon-nagyon kiemelkedő darabja volt, és maga a kis lemezés teljesen olyan, mint egy kis mesekönyv. Ugye a benne lévő képek a kis füzetben az a filmből kivágott jelenetek voltak, de az egész egy olyan hatás kelt, mintha egy mesekönyvet nézne az ember. Igen, színes, van. Szagos. És ilyen képregénnyel is teljes, tehát az is van benne végig. Ez a füzet melléklet, ami ez elég vastag, ez a 20-valahány oldalas, majdnem 30 oldalas ilyen buklet úgy nevezik, tehát egy kis könyv melléklet, ez már önmagában a figyelemre méltó volt a kiadványban. Na, erről azt akartuk még elmondani most, hogy túl fogunk lépni már ezen a egyébként ragyogó és történelmi és csodálatos kis kiadványon, hogy ez a melléklet, tehát ez a bizonyos füzet, ez ebben a méretben jelent meg először. Tehát ezt így tervezték. Ez is nagyon fontos. Tehát szerkesztői, kiadói szempontból így tervezték. Míg az amerikaiak, mivel nagy lemezt csináltak belőle, sőt azt azonnal legyártották és kiadták, ők erről készítették ezt a bizonyos füzetet, ha látjátok. Ezért a mai napig látszódik, hogy ez egy kicsit nagyítás. Tehát ez volt az eredeti méret, az biztos. Tehát, hogyha például összehasonlítjuk a kislemeznek és a nagylemeznek a hátulját, mind a kettőn ugyanaz a kép található, csak itt sokkal jobban kivehetőek a kislemezen a képek, ez pedig meg van nagyítva, ezért egy kicsit homályosodik maga a kép. Ezért kicsit olyan masszásnak tűnik, de ez egyébként a legtöbb képről, még a füzetben is elmondható, hogy kicsit masszás, kicsit nem olyan jó minőségűek a képek, bár egyébként nehéz róluk kifogást mondani. Hát meg azért is, mert ugye négyszer akkorára nagyították. Nagyon, nagyon jó. Szóval jó, ha a világon néhányan, vagy netán százan értik, amit művelünk, mondta a zenekar vezetője Lennon. Akkor a következő delikvensünk az egy Hörcus lemez lesz. A Hörcus lemezekből mi most több verziót is hallgatunk. Azt érdemes tudni, hogy van ez a fajta logó, ez a régi Hörcus kiadvány. Ez volt az első Hörcus pecsét, minta, címke. Tehát ezek az első Hörcus címkék. Aztán utána a 70-es évek közepén váltott a Hörcu erre a fajta címkére, és hogy a 70-es évek vége fele haladunk, illetve 80-as évekbe csúszunk el, a Hörcu logó eltűnt róla, és már csak sima Apple-ös logó maradt róla. Igen. Egyébként a legtöbb Hörcu kiadványon ez. És hát rögtön egy kakukktojással kezdünk, mert hát borító szempontjából, illetve logó szempontjából ennek kéne legöregebbnek lenni, de a kezemben látható lemez egy kalóznyomás. Tehát, hogy ez nem egy hivatalos kiadvány, egyébként egy vadonatúj, teljesen jó állapotú lemezről van szó, ez nem egy hivatalos, ez valahol Kelet-Európában készült, és hát jól replikálja az eredeti Hörcus nyomásokat. Tehát az eredeti első Hörzu az 71-es, ez 73-as, és ez 81-es. Az első szép volt minden, de halkabb volt. Halkabb volt az addig hallott lehallgatásoknál, tehát a EP, meg a kislemezek, a monoról már nem is beszélve, igen.
tehát azok rendkívül hangosak, ez halk volt, feltűnően halk, az én benyomásom szerint. A Babyben a basszus viszont elkezdett megjönni, tehát sokkal jobb és jelentősebb volt rajta a basszus hang, mint a kislemezen például, vagy éppen az EP-n. És a részletek is úgy fölbukkantak, és azt mondta az ember, hogy hú, hát itt van valami részletgazdagság. Nekem is valahogy így ez a véleményem erről a kalóz nyomásról, hogy kifejezetten halk volt, és olyan erőtlennek tűnt az egész, kicsit olyan unalmasnak, nem volt olyan rossz a keverés, tehát a basszus például még úgy tetszett is benne, de nem volt túlzottan velőtrázó, főleg ugye a Walrus című nótáról beszélek, és valahogy egy kicsit azt a hatását keltette, hogy ezzel most hozzá akarok nyúlni, és kicsit hát akarom keverni, és kicsit az arányokat még jobban megpiszkálni rajta, hogy ez úgy jól szóljon, mert nem lenne ez rossz. Egyáltalán tisztán szól, egészen jó, csak olyan erőtlen és enervált az egész. Sőt, hát maga a lemez olyan gyönyörű, hogy csodálja az ember, szinte alig mer hozzányúlni, olyan szép. Igen. A Babynél meg kicsit úgy voltam vele, hogy jól szól, nem rossz a basszus benne, sőt, én még kimerném jelenteni, hogy a basszusgitárnak a hangja az még jobb is volt, mint a kislemezen. Ezt kiemelném, hogy jobb volt, mint a kislemezen, de erőtlen volt. Tehát, hogy ez egy olyan lemez, amit hogy nem ezt raknám fel először igazából, hogyha valakinek be kéne mutatni, hogy ez egy mennyire jó lemez. Márpedig egy jó lemezről beszélünk. A következő ugye a 73-ban megjelent, itt már más volt ez a logó, és az emberek már kezdtek rájönni, hogy húha, itt valami nagyon jó van, mert hát ez a lemezkiadás rendkívül jól szólt. De mi is volt ennek a legnagyobb értéke? Az, hogy az a bizonyos három szám a lemez végén, amit az amerikaiak a lemez első kiadásán fake stereo, álsztereo módon adtak ki. Na, az itt először a történet során, és ez az embereknek, a rajongóknak nagyon feltűnt és fontos volt, sztereóban jelent meg. Azelőtt soha. Mert ugye a kislemezeken mono volt, az EP-n ezek nem szerepeltek, ezek a dalok. Az amerikai kiadáson, sőt az összes többi, tehát a japánon is, meg mindenen, mert meghallgattuk igen a japán kiadást is, az is érdekes volt. Azon is ugyanúgy áll sztereó az egész, és itt volt először sztereó. Úgyhogy ez nagyon érdekes volt akkoriban, és értéket képviselt. Kevesen vették egyébként észre. Mondjuk el, hogy amikor ezek a lemezek a boltokba kerültek a 70-es években, akkor így a vásárlók így néztek, hogy hát nézd már, hát itt van az a Beatles lemez, és milyen csúnyán oldották meg ezt az egészet. Hát nem azzal a megszokott dizájnnal, és mintha leegyszerűsített lett volna, hát mi van, hát csak ilyen egyszínű lila festékük volt, meg zöld, hát mit csinálnak? Míg ezzel a felhős, ilyen más színeket használó kiadvány. Ezért nem, ja és igen, és a hátulját is, amikor megnéztük, hogy csak egy ilyen képet úgy ide tettek, és nincs benne a füzet. Hoho, hát nem volt benne a könyv, stb., ugye, amiről szó van, tehát ez a bizonyos nagy kiadvány, ez mind hiányzott. Na ezért mi történt? Az emberek sokan legalábbis ott hagyták a polcokon ezt a lemezt. Tehát így voltam vele többek között én is. Azt mondtam, hogy hát ez egyrészt megvan, meg hát máskülönben most mi van? De nem tudtam, hogy mekkora értéket képvisel, hogy viszont ezen sztereóban hallhatók ezek a dalok. És milyen jó hallhatóak. Hú, és milyen jól. Igen. Most egy félre raktam a kalózt, és most a valódi igazi Hertz lemezekről fogunk beszélni. Először ugye a 73-as példányról. Annyira természetesen hat, és annyira sokkal jobban szólt. Tehát, hogy a kalóz után, hogy ilyen enervált, meg stb. Na, ennek valahogy így kéne szólnia a második Hertzus, tehát a 73-as esetében. Teljesen jó. A gitárból kijönnek új részletek, sőt, a perkában, meg a vonósok és a fúvósok is különböző helyeken sokkal többet adnak, és így előtérbe kerülnek dolgok, amit ideig így fel se fedeztünk benne igazából, és ilyen szempontból jó is, hogyha a
az evolúció sorrendjét nézzük ennek a lemeznek, hogy egyre-egyre több részlet kerül elő. A németek ezt nagyon-nagyon jól megcsinálták, ezt a másodikat. Igen. Nekem az volt a benyomásom, hogy a Varus részletek, tehát részletek kezdtek el megjelenni a zenében, de nem is akárhogyan, hanem részletgazdaggá vált. Az ilyen énekhangoknak, meg ilyen rájátszásoknak, overdubboknak olyan jó lett a tere, és úgy külön szólt minden, tehát a csörgő hangok, az ilyen kis prüttyögések, meg egyebek. Ez a hú például, hogy nagyon meglepő volt, hogy ezt úgy éneklik, hogy hú, és nagyon-nagyon, tehát nem lehet rá más mondani, mint hogy, ahogy mondom, hogy részletgazdag tere volt ennek az hú, ilyesmi. A Varusnál, amikor ugye átvált a mono részre, akkor azt vettem észre, hogy iszonyatosan, ugye megint 5.1 rendszerrel hallgattunk, a hátulja iszonyatosan megjött a nótának, hátulról kezdett el nagyon szólni. Igen. A zongora hangok meglepően tiszták és brilliánsak lettek, tehát soha előtte nem hallottam olyan zongora leütést olyan tisztán, mint ahogyan ezen a lemezen. És akkor azt gondolná az ember, hogy hú, hát akkor megkaptuk a csodálatos német nyomás, hörcú, stb., és ezt nem lehet túlszárnyolni, de egy másik hörcú, kicsivel később, tehát hogy ezen még tovább dolgoztak, és még jobb lett. A 81-es sima Apple-es logóval ellátott lemez valami eszméletlenül jó szólt. Tehát tényleg, amikor így a tű rákerült a lemezre, és így összenéztünk, hogy ez valami nagyon jól szólt. Tehát, hogy hirtelen az, hogy nem arányos az volt, hanem marha jól szólt minden. Volt, harsány volt, erős volt, de nem rossz értelem, tehát nem az, hogy valami túlzottan sok volt benne, itt is minden megtartotta az arányát, de hogy így mindenből nagyon sokat kapsz, és nagyon jól, tehát ez igazi csemege, ez zene a fülnek. Tehát itt kell rámutatni arra, hogy aztán ugye az emberek úgy elkezdték figyelni ezt a kiadványt, hogy az nagyon-nagyon tényleg, ez jobban szól mindennél, és sorra jelentek meg az olyan kritikák és vélemények, melyek aztán a YouTube-on is bőségesen elérhetők, ahol úgy elemzik ezt az egész dolgot, és ezt a lemezt úgy mutatják be, hogy ez minden idők legjobb hangú Beatles kiadványa. Illetve vannak, akik azon a véleményen vannak, én egyetértek velük, hogy ez minden idők legjobb hangú hanglemeze. Tehát annyira döbbenetes, én nem gondoltam volna, hogy ilyen rohadtul jól tud szólni bármilyen zene. Tehát lényegesen jobban szól minden általam ismert más kiadványnál ez. Hogyha egyetlen negatívumot kéne a harmadik, tehát hogy a 81-es kiadásra, nekem a 73-ason a vonósok kicsit jobban tetszettek, de hát ez tényleg olyan kis nüansznyi valamicsoda, mert cserébe, hogy a 73-ason jobban szólnak a vonósok, a 81-es meg minden jobban szól. Igen. Minden sokkal jobban. Kicsit itt viszont előjött az a probléma a Varusnál, amikor átvált ugye a mono verzióra, hogy az ének ott kicsit extrán kezd el torzulni valamilyen úton, módon, tehát hogy alapvetően torz az ének, és ott kicsit rátorzul, az is egy kicsit megvan, de leginkább azért minden más annyira tiszta, hogy az ének torznak tűnik. Igen, annyira feltisztult minden részlete a zenének, és olyan makulátlan és brilliáns lett, hogy az effektezett torzulós mikrofonba való éneklés is felerősödött annak is a torzulása. Mert meglepő, hogy az összes minden nagyon tiszta, de egyedül az meg torz. Míg ez a torzított énekléses dolog a többi kiadványon az ének kifejezetten jól és tisztának hat, meg úgy is szól. Tehát valahol itt lehet a magyarázata ennek, hogy már annyira kipuceválták, a puceráj, tudjátok, az a tisztító németül, tehát annyira kitisztították a hangot a hangmérnökök, hogy hát az a puceráj, ez meghozta az eredményet. Kicsit torz lett az ének, viszont minden többi az makulátlan.
Amit még a harmadik hörtussal fejlesztem magamnak, és erről egyébként így videón kívül nem is beszéltünk, de én itt fejlesztem magamnak, hogy viszont a Baby Urarichmennél itt változik a sztereó, tehát hogy másik irányból szólt egyébként a dolog, és itt volt az első pillanat, amikor így feltűnt, hogy a Baby Urarichmennben így jé, itt vannak gitárok, de úgy nagyon, és iszonyatosan, és egyébként az egyik legkajakosabban ezen a lemezen szólt a gitár. Igen. Hangos is volt már, úgy értem, hogy minden, tehát az egész zene van nagyon erőteljesen. Ez volt az a pillanat, amikor itt ténylegesen észrevettük, és itt ténylegesen jó rá tudtunk fókuszálni, ja, amúgy ott vannak azok a gitárok, és ez egy mérföldkő volt olyan szempontból, hogy jó, akkor most halljuk, de hogy itt a háttérben van, ó, itt tökéletesen lehet hallani, de azért nincs annyira előtérben, itt nagyon előtérben van, tehát hogy itt jól lehet hallani, hogy mit játszanak a gitáron. Csak azt tudom mondani, hogy minden, tehát amikor most pont a Baby You Are Richmerről van szó, de a Varusza is ez ugyanúgy érvényes, ez a csodálatos részletgazdagság. A Baby You Are Richmerben egy ilyen skoldudaszerű hang van, aztán ennek utána néztünk, hogy ez a klaviolin, amelyet Lennon ilyen oboa beállításon szólaltatott meg, és te mondtad, hogy mire is hasonlít talán a legjobban? Tehát nem skolduda, az a tipikus, tudjátok, amikor így fújják a... Kifejezetten hallható rajta, hogy ez valamilyen billentyű hangszer, valamilyen nagyon kezdeteges korai szintetizátor, egyébként beállítások alapján ténylegesen ezt az oboa hangot használta, és ugye nem is akármilyen, tehát nem a klasszikus európai oboát használta, hanem ezt a kifejezetten keleti Indiából, Pakisztánból származó oboa hangot mintázta le. Leginkább úgy kell képzelni, hogyha van a... az embernek a fejében a kép, hogy a kígyóbűvölő játszik a kis valami, na az a hangszer. De azt próbálta utánozni a billentyű. Igen, az volt nagyon találó, hogy Marci azt mondta, hát ez olyas, mint a kígyóbűvölőknek az a sípja, vagy ilyen kis hangszere, ahol ugye aztán, hogy ülnek törökülésbe ott Indiában mindenhol, és akkor jön a kígyó, és akkor fújják ezt a hangszert. Teljesen olyan hangot szólaltat meg Lennon ebben a dalban egyébként, ami az az indiai sehrai, vagy valami ilyesmi, kígyóbűvölő hangszer, de valójában klaviolin. Következő kiadásunk az egy Harry T. Moss-os kiadás a 80-as évekből. Ez ugye már a klasszikusnak szánt amerikai borítóval jelent meg. És azt kell, hogy elmondjam erről a lemezről, hogy nekem iszonyatosan tetszett. Tehát, hogy valami olyasmit írtam le róla, hogy egy ilyen paraszt hajszállal tér csak el a legjobb hörcustól. Amit ki tudnék rajta emelni, hogy nem, azért tényleg nem volt annyira nagyon ilyen fullban nyomott, mint a hörcus, viszont például a vonósok azok nekem sokkal jobban tetszettek az I Am The Walrus-ban. Az kifejezetten érdemes róla kiemelni, illetve az irányok egy kicsit másak voltak benne. Innen jött, onnan jött a hang, stb. Ebben is egy csomó részlet volt. Ez egy marha jó vágás ebből a lemezből. 1980-ban jelent meg, ismertető jele, hogy így a levezető barázdán, tehát ezt nevezik annak, ami itt a középső kör körül fut, bele van írva, hogy Harry T. Moss, vagyis HTM. És ez azt jelenti, hogy ő volt a vágója ennek a lemeznek, és mint ez már jó néhányszor beigazolódott, egyáltalában nem mindegy, hogy ki készíti a fizikai lemezt, tehát magát ezt, mert rosszabb és jobb munkákat lehet végezni, és Harry T. Moss híresen nagyon jól végzi mindig a dolgát, és az összes általa vágott Beatles lemez az nagyon-nagyon jól sikerült. Ez így igaz a mágikus, misztikus utazás esetében is, melyről el kell mondani, hogy kitett magáért, tehát nagyon jó lett, és például a Babynél az ének nagyon jó és tiszta volt. De ugyanez érvényes a Lennon énekére a Varusban. De tökéletesen mind a két számot Lennon énekére. Igen. Ha bár a Baby, az eszem megtartni. Lehet, hogy az összetem, de biztos, hogy Lennon énekel benne. A vezető szólamat ő énekli. Az egészen biztos. Na mindegy. Amit még kiemelnék kifejezetten a Baby Urarichmennel kapcsolatban, hogy
ennél a dalnál van egy ilyen érdekes, különböző lemezeken kijön egy ilyen hullámzó dinamika, hogy így bizonyos kis mellékhangok azok egy nagyon-nagyon hangosan szólalnak meg, és itt is így van, és egy csomó olyan, amit ilyen újnak hat, tehát hogy így kb. Sose hallottam ki előzőleg, és most így ez ki is van emelve benne, így különböző kis új hangok jelennek benne, ezért szerintem egy marha értékes és érdemes, mert így megint egy új dolgot fedeztem föl ezzel a lemezzel kapcsolatban, és ez kifejezetten olyan, hogy ilyen új kis részletek vannak benne, és ezért érdekes. Hát ha más nem, talán csak az, hogy ha elkerülte volna és a figyelmünket, vagy a figyelmeteket, hogy az I Am The Walrus-nak a második fele annak a dalnak, amikor a közepénél van az a nagy váltás, azt követően már végig a dal egyébként mono volt, mindig is. Csak nagyon sokára, évtizedekkel később készítették el a dalnak a sztereó keverését. Újra elővették az eredeti szallagokat, és mivel azt ott monóban annak idején lezárták, és úgy került rá mindenre, végül készítettek belőle egy sztereót. Tehát még a Hörzukon is, és mindenhol ott úgy lappangóan megbújik, az A oldal végén van egyébként az I Am The Walrus, ez a lemeznek az A oldala, ez a lemeznek a B oldala. És a B oldal utolsó három számot azért az sok, azt ugye álsztereóban, mert csak monóban állt rendelkezésre adták ki, abból is készültek aztán sztereó keverések, de sokkal hamarabb, mint hogy az I Am The Walrus, az majdhogy nem napjainkig elfutott úgy, hogy észrevétlenül, és senki nem vette észre, hogy az A oldal végén is van egy ilyen álsztereó problémája ennek az egész lemeznek, melyet egyébként a Hörzus kiadványok teljesen jól kezeltek, tehát eleve ők sztereóban adták ki, de az I Am The Walrus-nál még ők sem sztereóban adták ki. Egyébként, hogy csinálták a németek, hogy már a 70-es években csináltak ilyen sztereó lemezt, míg az amerikaiak sem, meg az angolok sem adták ki ezeket úgy. Ezek nagyon-nagyon nagy rejtélyek. Eleve ennek az egész lemeznek a nimbusza és a méltán nagy elismertsége, hogy ez a világ legjobb hangú kiadványa, azon túl, hogy vannak ezek a mono, sztereó, totális eltérések. Szóval az I Am The Walrus vége az leginkább mono, de aztán majd látjátok, majd el fogunk érkezni oda, amikor ez sztereó lesz. Napjainkra egyébként már sztereó. Egyébként fontos kiemelni azt is a lemezzel kapcsolatban, hogy szövegkönyvvel együtt jelent meg, ami a borító belsejében található. Igen, tehát itt nagyon jó nyomon lehet követni, hogy hogyan és mi hangzik el a dalokban. Nekem mindig is tetszett egyébként ez az I Am The Walrus-nál az a megjegyzés, hogy ide van írva valami filctollal, hogy no, you are not, mert ugye én vagyok a rozmár. No, you are not, said little Nicola, tehát a kis Nicola azt mondta, hogy nem te vagy. Egyébként szövegkönyvről, meg stb.ről beszélünk, azt azért ki kell emelni, hogy a Beatles az igazán ritkán adott ki instrumentális dolgokat. Ennek a lemeznek az egyik érdekesség, hogy ezen viszont van instrumentális nóta. Szemeszesen 3 darab instrumentális dolog van. Ja, és ez az egyik a Flying, igen, ami ezen található. Az A oldalon. És Mellotron szól benne. Csodálatos egyébként, tehát ez eleve a Mellotron, mint hangszer. Hát ha Mellotronról beszélünk, akkor igazából szerintem a Mellotron legikonikusabb használatát ezen a lemezen követték el, ugye a Strawberry Fields Forever-rel, mert talán, hogyha valakinek így visszakérdez, hogy bocsi, a Mellotron az micsoda, meg stb. Ez a dalat fogod mondani, hogy igen, ott az, mert az így egyértelműen ott van, és mindenki tudni fogja, hogy az a Mellotron fuvola hang, és ezt mindig fel lehet ismerni, hogy különleges hangja van. Szerintem a Mellotron legikonikusabb használata ebből a szempontból, vagy legalábbis a legpopulárisabb. Ja, amit aztán a Led Zeppelin, a Yes, a Genesis, és minden progresszív rockzenekar tökéletesen használt ezt a Mellotron hangszert, és különösen ezt a fuvola hangot, ugye Stairway to Heaven, hogy más nem mondjunk, a Led Zeppelintől.
Hát az itt szólal meg először, már legalábbis ugye a zenetörténetben és a rock zenében, meg hát maga a hangszert is akkor dobták piacra, tehát szuper új volt, és Lennon egyből leült és megírta ezt a számot. És nem semmi. És az ezen a lemezen van. A Direct Metal Mastering a 90-es években kezdett felbukkanni, sok kiadvány készült ezzel az eljárásmóddal, ezzel a technikával. Mi már többször tapasztaltuk Marcival, például a Let It Be-nél is, hogy na ez volt a legjobb, tehát ez baromi jól szólt, a DMM. Ez az a lemez. Már ugye ez is úgy jelent meg. Ezt meg megmutatom ott a tévénéző gyerekeknek közben. A DMM-ről ugyan elmondtuk, hogy nagyon sokszor nagyon-nagyon jó minőséget hozott, viszont ez az eset, amikor azt mondom, hogy nekem nem tetszett. Nekem ez nem volt annyira kielégítő, szerintem voltak benne részletek, amik kifejezetten jók voltak, például a billentyűket nagyon jól lehetett hallani, illetve szerintem kiemelendő, hogy ezen a dobok és az énekhangok azok előre voltak tolva és brilliroztak benne. De egyébként, hogy önmagában a hallható anyag rajta az szerintem nem volt annyira combos, tehát hogy így ilyen elmegy, egy ilyen teljesen átlagos nyomásnak lehetne mondani. De az is lehetséges, hogy ugye pont a legjobb hörcú, meg a Harry Team Mostos után hallgattuk meg, és ezek után ez így elenyészik. Egyáltalán nem rossz, tehát hogy egy teljesen jól hallgatható, egy csomó mást le tudna mosni igazából a színpadról, de a Harry Team Mostos után nem a top. Hát de mit csinálják, akkor jelent meg? Tehát ez pont így alakult, hogy ez a Direct Metal Masteringes lehetőség, ez 92-es lemez egyébként, akkori kiadás, akkor készült így ezzel az eljárásmóddal, ami nagyon jó egyébként, mondom, sok más kiadvány esetében, amikor nem áll rendelkezésre a Harry T. Moss és egyáltalában ezek a hörzuk, akkor az mindent visz, általában olyan, mint a terített Bentley, ez a DMM, de most egyetértek Marcival, amit ő is tapasztalt, ez így volt, hogy hát jó. A legfegyelmezettebb hang volt, mondjuk az én benyomásom szerint. Ez a DMM, de mégis ugye hát nem versenyképes az előzőekkel, tehát ezekkel. Egyetlen szempontból versenyképes, hogy bár nem olyan belültrázó, meg a Harry Team Mostostól viszont iszonyatosan tiszta, nagyon-nagyon-nagyon tiszta, és a gitár is egyébként jól hallható, nagyon jól hallható benne. Igen. A részletekre itt nagyon rámentek, tiszta, viszont nem annyira erős. Eltűnt benne a torz szála annak az éneknek, tehát az a torz vonása annak az éneknek, vagy jellege, és hát én újra mondom, hogy ez lett volna a legjobb, ha nincsenek a többiek, tehát a megelőzőek. És akkor az utolsó hanglemez, amit meghallgattunk, az ugye a legeslegújabb kiadása. Ugye ezt 2009-ben csinálták a remastert belőle, maga a lemez az 2012-es, ami itt van a kezembe. Ez az a lemez, hogyha valaki bemegy a hanglemezboltba, és venni akar egy celofános vadonatújt, ilyesmit fog kapni, ezt fogja kapni. Sokszor beszélünk arról, hogy az új lemezek igazából, bár sokan azt mondják, hogy jaj, hát minél korábbit kell keresni, meg stb. De mi általában meg szoktuk védeni az új lemezeket, hogy egyébként marha jól szólnak, és ez is ugyanaz az eset. Tehát, hogy ennél a lemeznél az új nyomás tök érdemes megvenni, mert marha jól szól. Itt is iszonyatosan tiszta a lemez, méghozzá jól is szól. Szerintem a DMM-nél még sokkal-sokkal jobban szól. És ebben is egy csomó új részlet volt, ami például itt nagyon-nagyon felt, ennél a lemeznél tűnt föl, az a Baby You're a Richmanben, ugye hallható egy taps. A Hörcusnál jobban hallható a taps egyébként, meg nagyobb a vízhangja, meg stb. Aha. Viszont itt van egy pillanat, amikor be lehet hallani, hogy valaki ki tapsol, egy taktusnál véletlenül előbb száll be, de csak egyetlen egy taps erejéig. Igen, az egészen megjött. Az nagyon vicces volt. Előtte nem is hallottam, és mi csak tényleg ott van egy rossz taps, értitek? Szóval,
No, egyébként nézzük, mutassuk meg, mert ez annyira gyönyörű, tehát ennek az új lemeznek az élessége, a színei, tehát maga, ahogy a zenekari tagok kinéznek, az is tökéletes. Értitek? Tehát nagyon, nagyon jó már maga a kivitel, a papír, a kartonja, meg minden gyönyörűen sikerült. Tehát... Nagyon jó minőségű. Egyetlen dolog, hogy a hátulja, mivel ez egy felnagyított kép, itt is kicsit olyan maszatos. Meg sokkal világosabb. Tehát próbáltak azért nyomdatechnikailag segíteni rajta, az látszik, minden élességet ráadtak nyilván, és még a világosítással is megpróbálkoztak. Mert csak, hogyha ránézünk magára a gerinc vastagságra, hogy ennél sokkal vastagabb, tehát ez egy jóval vaskosabb anyagból készült, mint a korábbi kiadások. Igen. Itt adtak a minőségre rendesen. Így van, nagyon, nagyon jó kiadvány, tehát ez tényleg csak örülhetünk neki, hogy van, mert a hangja is egyébként, emberek, az tök szép, tehát ez a remaster, tehát ezt tudni kell, ez a 2009-es, amiről már beszéltünk a videó elején, a 2009-es remastere, azaz újragyártása, nem újrakeverésről van szó ilyenkor sohasem, hanem ez egy újra gyártott, elővették az eredeti felvételeket, azokat újra vágták, újra kidolgozták, de nem kevertek rajta semmit újra. És nagyon, nagyon szép lett. Itt-ott visszatér a torzulása az éneknek egy-egy részletében. Az nagyon érdekes volt. Ami már eltűnt korábban, nem csak a DMM miatt, hanem a Harry Mossnál is, meg ugye a mono újra kiadásánál, a 2009-es, igen, mert ez is az, ez a stereo változata a lemeznek, ami a 2009-es monoboxnál is megjelent. Gyönyörű, letisztultak az énekek addigra. Itt egy picit visszatért a torzének aránya, tehát itt-ott. De ez nem az ének, tisztázni kell egyszer is mindenkorra, és ez a legfontosabb, amit most fogok mondani. Ez a mikrofon, tehát nem az ének torz, hanem a mikrofon beállítása a stúdióban effektezett volt, és olyan arányban volt. Tehát szándékosan van benne egy torzulás. Igen. A fokmérő igazából az, hogy melyik lemezen mennyire torzul ahhoz képest túl. Itt bizonyos pontokon túl tud torzulni, de egyébként szerintem egy teljesen jó arányokban megtartott, az még jól is áll neki, úgymond ennyi minimális plusz rá torzulás. Tehát még egyszer ennél a lemeznél, hogyha valaki nem akar lutrizni és használt lemezt keresni ebből a példányból, teljesen megérős belőle a vadonatúj celofános új boltban kapható lemezt megvenni. De érdemes mindenféleképpen beletúrni a régi lemezek közé, mert csodákat lehet találni. Szóval rá kell mutatni, hogy itt érkezik el ezen a 2009-es remasteren, ami 2012-ben jelent meg, ez az újrakiadása a Mágikus Misztikus Utazásnak, hogy ez a bizonyos monón maradt az I Am the Virus második fele, tehát az egész vége, az itt már sztereó. Tehát eddigre elkészítették, tehát a 2009-es remasternél, ha bár az előbb mondtam, hogy újrakeverés nem volt, de mégis az I Am the Virus-nak a második felét végre sztereósították. Tehát itt úgy hallható már. Tehát nem az a bizonyos... Mi volt korábban? Az volt, hogy ezen az oldalon magasra állították, ezen az oldalon meg mélyre állították, és egyszerre szólaltatták meg. Tehát nem mono volt, nem ugyanaz szólt mindkét csatornán, de ez most eltűnt, most teljesen. Ja, azt senkit ne tévesszen meg, hogy a dal vége, a legvége, ott hosszasan ide-oda pásztáz, tehát az úgy volt kezdettől fogva. Tehát a mono anyagon, tehát úgy próbálták leplezni, hogy azért itt van valami ilyen sztereó hatás, hogy hol a balanszot, hol erre, hol arra vitték, és ugye ahogy így úszik el az ének, meg a zene, az olyan sztereó hatást kelt. Ez a legeslegvége az I Am the Virus-nak, most már arról beszélek. Na, ez itt, ezen az újrakiadáson, és ezért is értékesek sokszor az új dolgok. Ez már nem így van, ezt már végre a maga
újszerűségével, végleges sztereó keverésben kaptuk meg. Tehát nem csak így ide-oda játszanak vele. És eltűnik az általad sokszor méltán kifogásolt furcsa sztereó. A fura Beatles sztereó, amikor kicsit, nagyon innen szól, meg kicsit szól innen, és olyan rossz. Itt olyan ízléses és jól van megcsinálva. Igen, mert ezeken az újra kiadásain egyébként az egész mindenre érvényes, az Beatles összes lemezére, hogy ezek az 50. anniversary is újra kiadások, meg minden, ott megváltoztatták a hangképet. Tehát inkább középre tették, a korszerűnek megfelelő módon változtatták meg, tehát erőteljesebbé tették a dobokat, meg a basszust, meg a mindent, tehát egy olyan olyan izmosabb megszólalást hoztak létre. És azt a, hogy csak itt szól az ének, itt meg csak a dob és a gitár szól végig, és akkor így azt összehúzták. Gyönyörű és dinamikus is ez a 2009-es, 2012-es újrakiadás, mert 2009-ben adták ki a CD-boxokat, tehát úgy a monót, mint a sztereót, és 2012-től és 2014-ig kiadták hanglemezen is ugyanezeket, majd 2014-ben a boxot is végül. Lemez, vinil formátumban, tehát ez a különbség. Úgyhogy gyönyörű és dinamikus is, patent a Baby, tehát a második, a csörgők nagyon jók, mintha még nem mondtam volna, és újra több részlet is előtérbe kerül azokkal a rájátszásokkal, ilyen-olyan kis hangokkal. Ennyit szerettem volna mondani a 2012-es mágikus kiadásról. Amelyik lemezről még feltétlenül beszélnünk kell, az a japán kiadás a lemeznek, ami igazából most visszaugrunk az időbe egy kicsit, mert ez egy 76-os lemez. Fizikailag nem tudjuk megmutatni magát a lemez példányt, mert annó párharcra került a Heriti Mosszos kiadás, és a Heriti Mosszos lemosta a francba, így most már ő nincs a gyűjteményben. Ami tök érdekes a japánnal kapcsolatban, hogy mondtuk ezt, hogy a sztereó ugye megcserélődik jobbról-balra, aztán visszaáll, de utána itt volt, ahol leginkább egy 5.1 rendszerre kompatibilis hanganyagot kaptunk, mert nagyon-nagyon hátra jöttek benne bizonyos dolgot, nem elég az, hogy megcserélődik, még meg is fordul a hangkép teljesen, és utána inkább hátulról hat maga a Warhol-nak a mono része. Ami itt is egyébként egy álsztereó, tehát az kiemelendő, hogy itt álsztereót használtak, az amerikaihoz hasonlóan. De mindig azt fogjátok hallani, meg olvasni, meg bármi, hogy az utolsó három szám volt álsztereó. Nem, az A oldal utolsó száma is már, az I am the Walrus második fele, tehát vége is álsztereó volt kezdettől fogva. A japán? Igen. Fordított sztereó, megmaradt a fék sztereó a Walrusnál. A Baby, igen, Very Speed, tehát Lennon éneke ugye magasabb. Ez nagyon meglepő. Az I Am The Walrusban nem, de a Baby Ariel Richmondben meg igen, az a japán. Hát ez, hogy mik vannak, tehát hogy mik derülnek ezek, vannak apró nüanszok, de hát elképesztő, hogy, de ebből az hogy néha mik vannak. Nem is annyira apró nüansz, tehát hogy itt a Lennon ének hangjának a hangmagasság változásához nem is kell Whitefülű zenésznek, meg abszolút hallónak lenni, hanem itt annyira egyértelműen magasabb a hangja, hirtelen, meg gyorsabb is lesz a dal, hogy wow, itt valami nagy különbség van. Valaki nagyon megtekert egy potmétert. Igen, tudjátok, az amikor a gyorsítás és lassítás, a nullához viszonyítva lassabb, gyorsabb. Na hát ez van ezzel a dal. Ezt mondjuk én nem is gondoltam volna. Így van egyébként valami Very Speed, a Strawberry Fields Forever-nél is. De ott szándékosan, mert ott két ték, nagyon sok téket készítettek, és utána kettőt összeraktad, a kettőnek különböző volt a sebessége, és ezért van, amikor az elejéből átvált igazából a verzére, hogy egy ilyen hang, az konkrétan az, hogy változik a tempó, és össze van húzva a kettő. Igen, viszont az mindenkinek nagyon tetszett, és azt mondták, hogy ennél jobban nem is lehetett volna kitalálni sem. Mondjuk így találták ki, de hát...
úttörők voltak, hát kis, a Beatles egy kísérleteztek a stúdióban. Igen, igen. És nagyon pszichedelikus ez a lemez egyébként, tehát újra is újra, már maga ez az egész kivitelezése is, meg minden. Újra mondjuk, hogy ez egy TV-film volt. Ha véletlenül ezt mondtuk volna az elején, hogy mozifilm, akkor az nem úgy van, ez egy TV-film volt. Ahhoz társuló filmzene végül is mindez, amiről itt szó van. Úgyhogy... igen. Aztán, ja igen. És akkor belehallgattunk a CD-be, az első és legelső digitális Beatles kedvény a 80-as években megjelent a CD. Szerintem egyébként nem olyan rossz a hangja. Az első CD kiadásról beszélünk. A fordított sztereó itt is ugyanúgy van, tehát ami azt jelenti, hogy úgy van, mint a japánnál és az amerikainál. De az összes többi kiadványnál, az angolnál, a németnél, a franciánál, meg legyen az bármilyen, annál nem. De ennél ez a fordított sztereó. Tehát nem álsztereó, hanem hogy most innen hallom, vagy innen hallom. Hát ennél innen hallani. Egyébként mindig onnan. De egyébként semmi olyan egetrengető dolog nincsen benne. Egyébként tisztának mondható, teljesen jól hallgatható, de ennél nagyon-nagyon sokkal jobb vinil nyomások is vannak. Csak úgy érdekességként hallgattunk bele, hogy összevethessük, hogy igazából milyen volt, amikor hirtelen a CD megjelent és a kompakt világ. Igen. Egyedül az maradt még hátra, hogy amikor meghallgattuk direkt 5.1-ben, hogy na vajon, és akkor 5.1-ben hogy szól. Fontos hozzátenni, hogy mint mondottuk, tehát nem 5.1 hanganyag, hanem a filmhez hozzátett. Igen, a Blu-ray kiadásának van egy 5.1-es. Igen, a Blu-ray-eken van, mert amúgy, amit rendszerint találtok, az ilyen még a VHS korból, vagy bárhogyan ez a TV-film, ez eredetileg mono volt, ez bizonyosan, de az új Blu-ray kiadásokhoz elkészítették a valódi surround keverését a hanganyagnak, így az I Am The Walrusnak is, és az a hi-hi-hi-ha-ha-ha, ami benne van, az úgy, mint a progresszív rockzenékben, a Pink Floydnál is sokszor ezek az ilyen-olyan hangok, az nagyon-nagyon sajátosan, így mászkál, igen, így innen szól, meg onnan szól. Szóval nagyon ötletes és nagyon jó az 5.1 keverés is, és gyönyörűen tisztán nagyon jól szól. Maga egyébként a kép minősége is szerintem sokkal jobb, mint amilyen annak idején a fekete-fehér tévében lehetett 1967 karácsonyán, amikor bemutatták az angol tévénéző gyerekeknek ezt a filmet, szerintem sokan kiszaladtak a konyhából az utcára, vagy valahova, hogy mi ez? Mert olyan hatása van. Hozzá kell tenni, hogy bár nagyon szeretem ezt a lemezt, és egy csodálatos anyagnak tartom, a film az egyetlen Beatles film, amit nem bírtam még soha egy seggel végigülni, és teljesen elejétől a végéig végignézni. Részletekben láttam végig az egészet, de az egészet még nem ültem végig. Tehát a zene viszont az... önmagában nagyon jó. Igen. Egyébként a filmnek van egy kicsit olyan hatása, hogy olyan, mintha nagyon-nagyon-nagyon káoszosan, de összefüggene az egész, de mégis olyan, mintha videoklippek gyűjteménye lenne valami összefüggő sztorival. Igen. Ötletelés, de nagyon ötletes is ugyanakkor. Hát akkor ennyi volt igazából már a Beatles. Ajánljuk mindenkinek meghallgatásra a lemezt. Legyetek bátrak és keressetek belőle bármilyen nyomást, mert igazából mindegyik ad valamilyen plusz élményt. Jó zenehallgatást kívánunk nektek! Sziasztok! Sziasztok! Az annyi plusz munka van, az ilyen fasságokat kivágni, tehát azért, hogy már mégis ne vinnyogjon bele senki, meg mit tudom, az elképesztő. Van úgy, hogy órákig ezzel van, hogy ja, még itt is volt valami. És ezt megtalálni, hát baszki.